utoljára az anyám főzött ilyen jó kávét. Ez nagyon megható. Na milyen ellátásban van részed, Ferokám? Látod, ez egy hát ilyen figyelj, csinál. De én mint ős omegás, omega rajongó, én ezt tényleg elmutatom, hogy igen, ez nekem jár. Sőt, nem hoztam el a tagságimat, várjál, van! Pedig már ide E-klubba. Kellene aláíratni. Nagy Feró a tőle megszokott lazassággal adott interjút, a helyszín viszont nem megszokott. Az Omega jubileumi koncertjén ő is énekelni fog nehéz szívvel. Őri Szentpéteren 60 esztendő, 60 Omega dala csendül fel augusztus 12-e és 14-e között. Az Omega Park nevet viselő helyszínen a zenekar még élő tagjai Debreceni Ferenc Ciki és Molnár György Elefánt mellett számos hazai előadó szórakoztatja majd a közönséget. Ázott köpenyét, kölcsön adta rám az ég. Már 3 éve készültünk erre a dologra, még sajnos a fiúk elhalálozása előtt, és nem egyszerű dolog volt egyből, helyből azt eldönteni, hogy mennyire helyes vagy helytelen, hogyha ezt vagy azt teszünk a továbbiakban, de úgy döntöttünk, hogy azért ezt a szó szerint, hogy mondják ránk, hogy legendát, szóval, hogy még tovább életben kell tartani. És ahhoz viszont, hogy tisztelettel elbúcsúzzunk tőlük, és ne legyen az, hogy úgy használjuk az Omega nevet esetleg. Gyakorlatilag kellett egy új produkciót létrehozni, sajnos. Nagyon készültünk erre, hogy össze tudjon jönni, hogy a Gyöngyhajú lányt a neki utolsó koncertje, ami együtt voltunk az arénában 19-ben, annak a hangfelvételét és képfelvételét össze tudtok úgy hozni szinkronnal, hogy mi a hangszereket, aláfestést azt teljességgel látjuk, és a Meki hangját halljuk és látjuk képen is teljesen egy időben a kettőt. Az elején volt nagyon nehéz az egész dolgot, és a kibeszélni, mert kell beszélni róla. Ami nehezemre esett most is, hogy a szomorabbik végére értünk a dolognak, mert nagyon mély nyomokat hagyott. Lassacskán most kezdek egy kicsit, hogy sokat dolgozunk együtt a számokkal, és ezzel a gondolattal úgy kezd lassan úgy érzem, az a fajta rossz érzés elszállni olyan szinten, hogy most már tudok tényleg muzsikálni a többiekkel együtt. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejteni, de hogy pontosan arról van szó, hogy ezzel is egy emléket hozzunk létre. Meg vagyok, köszönöm. Voltak problémák, de én ezt le tudtam küzdeni. Igen, elég erőtlen voltam még a télig idején, aztán hála Istennek. Itt vagyok, és kifölöm, amennyire bírom. Nagy Feró többek közt a klasszikus Petróleum lámpát fogja énekelni. Ős Omega rajongó vagyok, tehát én úgy gondoltam, hogy én tulajdonképpen mindent tudok az Omegáról. Most, amikor elkezdtem énekelni a legegyszerűbb nótát, a Petróleum lámpát, akkor ledöbbentem, hogy amelyik milyen magasakat énekelt. De neki nem, de mi, amikor magasakat énekel, akkor már vernyákolunk. Érted? Neki ez nem derült ki. És amikor tanulom és néztem, ismerem a dalt, és elkezdtem énekelni, rájöttem, hogy de én nekem vernyák már az ákot meg a hákat kiénekeli. Ezt úgy énekelte ki, mint a normális hangon énekelte ki. Úgyhogy minden, hát eddig is minden tiszteletem a Mekié volt. És ha most nézem a mennyekben, Gam, akkor tudja, hogy én még a mai napig nagyon szeretem őt. Amikor engem 1980-ban megkeresett Benkő Laci, hogy ő úgy gondolta, hogy az Omega turnéra minket viszel a Beatrice-t. Hát mi voltunk akkor a legnagyobb rendszerellenes zenekar, és mondom, de Laci, hát én, hát persze, hát iszonyú megtisztelő, meg el sem hiszem, hogy ez lehetséges. Na de akkor ez most hogy lesz? Nyugi, majd én intézem a többit. Nem volt egyszerű, mert utána mondta, hogy úgy volt egy darabig, hogy ez a koncert nem lesz. Miattatok. De mondom, Laci, érünk mi annyit, hogy egy Omega nagy turnét ezért le kell mondani? Szóval figyelj ide, én nagyon szeretném, és ami eldöntöttük, akkor az Omega teljes mellszélességgel kiáll mellettetek. Úgyhogy kiálltak mellettünk, és elvittek az Omega LGT
Beatrice turnéra, úgyhogy nekünk az egy hát óriási élmény volt. A másik, hogy azért gondolj bele, három profi zenekar, ugye? Omega, LGT és a Beatrice. Azért az nekünk akkor az nagyon jól esett. Hát igazából az, hogy zenészettem, az nagyjából neki köszönhetem. Mert az Omega volt Magyarországon a Rolling Stones, szerintem legalábbis. Nem a Beatles, hát az az élés volt egyet már. Kóbor János helyett Schrott Péter lesz a legendás banda frontembere. Hát most már két hónapja, hogy csörgött a telefonom, és kérték azt, hogy jöjjek el egy próbára. Azóta, mint hogyha egy ilyen álomban lubickolnék, de fontos kiemelni, hogy nem bújok bele a Meki bőrébe, egyáltalán nem is szeretnék, és ők se szeretnék, hála Istennek. Tehát azt kérték tőlem, hogy ez ne egy utánzós dolog legyen, ne egy kvázi tribut zenekar, hanem szóljon arról az egész, hogy hasonló koncert körülmények között együtt énekeljük megint a dalokat. Nem olyan egyszerű, főleg ha más nem veszek az éneket, azt, hogy úgy elénekelni ezeket a nótákat a Meki után, hogy ne utánozza, direkt azt kértük, nehogy véletlenül is arról legyen szó, hogy ilyen gicsparádé, mert abból nagyon könnyen lehet az.